Ezzel a késsel sebesítette meg életveszélyesen szállásadóját, majd másik két ismerősét egy román férfi kajdacson, még 2022. január 1 -én. A bejelentés szerint az elkövető először egy 24 éves férfit sebesített meg, akit melkason szúrt, majd a segélykérést, kiabálást halva a sérült segítségére érkező 54 éves férfit is többször megszúrta. De ekkor érkezett oda a bejelentő, aki próbált az édesapját védeni, ekkor a késelő őt is többször megsebesítette. Az álmok során ez a férfi két autót is megrongált, illetve egy lakásban tört zúzott. Összesen kb. 1 millió forint kárt okozott a sértetteknek. Az elkövetőt még aznap délelőtt elfogták Cece térségében a Fehér megyei egyenruhások. Ezután őrizetbe vették, majd indítványozták a letartóztatását, azóta is börtönben van a férfi, az ottani kihallgatása során beismerő vallomást tett, elmondta, hogy az elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol és a korábbi sérelmei miatt begőzölt az ő kifejezésével érve, és nem tudott leállni. Az ügy kivizsgálását a napokban fejezte be a Tolna megyei rendőrség. A román nemzetiségű férfinek életveszét okozó testisértés és egyéb bűncselekmények elkövetése miatt kell majd felelnie a bíróságon.